Köszöntöm Önöket! Ez a KVTV híradója február 16-án, Kazincz Balcika és a térség híreivel. Először nézzük a legfontosabbakat, röviden. Kolorfutás, már lehet nevezni az augusztus 5-i versenyre. Hagyományápolás, ez volt a témája a Kultúrházak éjjel-nappal című programsorozatnak. Megkezdődött a farsangi időszak a Kazincz Balcikai intézményekben. Negyedik alkalommal rendezik meg idén a térség egyik legdinamikusabban fejlődő futóversenyét, a Kazincz Balcikai Kolorfutást. Az augusztus 5-i sporteseményre szerda óta lehet nevezni. A kolorfutást először 2014-ben rendezték meg, a térség legszínesebb rendezvényének, a Kolorfesztiválnak a részeként. Az elmúlt években folyamatosan fejlődött, így már a régió egyik népszerű sportprogramjává nőtte ki magát. A kolorfutás idén is számos újdonsággal szolgál a sportolni vágyóknak. A versenyközpontja most a főtéren lesz, az Egressi Bérnémülődési Központ előtt. Így változott a helyszín, ezáltal a pálya is egy kicsit megváltozott. A 10,5 km, illetve a 21 km-es távok azok új pályán mennek. Ezek hitelesített pályák, tehát előtte szabályosan lepapírozva hitelesítjük a távot. A szervezők ebben az évben is több távot alakítottak ki. A mini maratonon 5, a negyed maratonon 10,5, a fél maratonon pedig 21 kilométer teljesíthetnek azok, akik neveznek a megmérettetésre. Viszocki Sándor érdeklődésünkre elmondta, a három pálya létesítésével az volt a cél, hogy mindenki megtalálja maga számára legalkalmasabb host. A távokat úgy jelöltük most ki, hogy az 5 kilométeresen ott a családos, azok a futók részt vehessenek ezen a versenyen, akik valójában még csak ismerkednek a futással. A negyedmaratonos távot, a 10,5 kilométeres távot, ezt már olyan versenyzőknek szánjuk, akik már kacérkodnak egy kicsit a versenyzéssel, de még nem nincsenek maguk annyira biztosak, hogy egy komolyabb versenyen részt tudjanak venni. A 21 kilométeres, tehát a félmaratoni távot pedig azt most verseny hangulatra próbáljuk teremteni, tehát itt kimondottan versenyzőkre számítunk. A versenyen indulókat idén is több kategóriában fogják díjazni. Az első három helyezeteket női, illetve férfi kategóriába díjazni fogjuk. Ezen kívül még külön díjban részesül, hisz az egyik meghívott vendégünk, Zavari János, Barcika szülöttje, aki Magyarország egyik legnagyobb ultratávfutója, szintén részt vesz ezen a versenyen, és aki őt leelőzi, az valamilyen kis ajándékot, jelképes ajándékot fog kapni. Zavari János többszörös magyar bajnok mellett a szervező ők meghívták továbbá a kolorfutás tavalyi győztesét, Hankó Dávidot is. A remények szerint így vele is futhatnak majd azok, akik kedvet kaptak valamelyik táv teljesítéséhez. Mindezek mellett pedig újdonság lesz az is, hogy minden versenyzőről online letölthető célfotó készül a futott időeredménnyel, amit a Color City weboldaláról tölthetnek le a verseny után. A nevezéssel és a versennyel kapcsolatban további részleteket a www.colorcity.hu-n találnak. A hagyományőrzés volt a témája az idei Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programsorozatnak, melyhez a Barci Kard Kft. Ezúttal is csatlakozott. Február 10-én kézműves foglalkozások voltak, míg február 11-én a Tardonai Kulturális Egyesület műsorát láthatták az érdeklődők. A programsorozat első napján nyílt délutánra várták a gyerekeket és felnőtteket a Gyermekek Háza kézműves házba február 10-én. A résztvevők többek között betekintést nyerhettek a modellező műhely munkájába. Szerettek nagyon kézműveskedni, barkácsolni otthon, és ilyeneket szoktam csinálni. Az érdeklődők emellett tűzzománcot készíthettek, elleshették a csipkeverés és a goblen technikáját, de rajzolhattak, valamint egyéb kézműves foglalkozást is kipróbálhattak.
A Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvénysorozat keretein belül vagyunk ma itt, aminek az idei témája a hagyományápolás. Így azt találtuk ki a kollégáimmal közösen, hogy megmutatjuk, hogy a Mezőművészeti Központban, a Gyermekek Háza Kézművesházban milyen csoportok és alkotó műhelyek működnek. A nyílt napon a Sajó Menti Népművészeti Egyesület is közreműködött. Ez pedig már a Tardonai Kulturális Egyesület műsora, melyet február 11-én nézhettek meg az érdeklődők. A hagyományőrző csoport előadásával az 50-es éveket idézte fel, azzal a céllal, hogy az akkori népszokásokat és a kultúrát továbbadják a jövő nemzedékének. A Fonóház című műsort hatalmas tapssal jutalmazta a közönség. Farsangi foglalkozásra várták az építőkúti tagobodásokat az Egressy Béni Városi Könyvtár munkatársai február 14-én. A programon a jelmezekről beszélgettek a gyerekek, és állarcot is készítettek. Ízelekbe dorombolok, ha a hátam simogasod, de ha egyszer bántani mersz, Karma Imról jól megismersz. Tica! Különféle versek és találós kérdések segítségével ismerkedtek az óvisok a farsangi szokásokkal és azokkal az állatokkal, amiknek ők maguk is beöltözhetnek egy karneváli mulatság alkalmával. A legkisebbeknek szóló játékos programot évek óta megszervezi az intézmény. Természetesen február hónap lévén a farsang az aktuális témánk. Ezen fogunk végig szaladni a különféle farsangi hagyományokon. A hónapban az összes gyerekfoglalkozásunk erről fog szólni. Megelevenítjük a régi néphagyományokat a gyerekeknek, illetve természetesen ilyenkor mindig megkérdezzük őket, hogy mi az, amit ismernek, és próbálunk azokra a dolgokra fókuszálni, ami újdonságként hathat a számukra. A foglalkozáson színes állarcokat is készítettek a gyerekek. Néhányan már önállóan kézműveskedtek, de volt, akinek elkelt a segítség. A farsangi rendezvényeken a város óvodásai, az általános és a középiskolás diákok is részt vesznek. A hadirokkantak, hadiözvegyek, hadijárvák Országos Nemzeti Szövetsége, dr. Padányi Máriusz kazincbarcikai területi elnöksége február 10-én tartotta hagyományos Doni megemlékezését a Mezei István Művészeti Központban. Az eseményen Klimon István kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Husonyica Gábor, a Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület elnöke elevenítette fel a 74 évvel ezelőtt történteket. Ezt követően Kardos Mihály, a HONSZ területi elnöke mondott ünnepi beszédet, melyben a 2017. évi feladatokról is szólt. A megemlékezésen Ipacs József, a HONSZ elnöke is megjelent. Az ünnepségen az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma irodalmi színpadának műsorát láthatták a megjelentek. Megkezdődött a farsangi időszak a kazincbarcikai összevont óvodákban. Pénteken 3 tagintézményben bújtak jelmezbe a gyerekek, és adtak műsort az érdeklődőknek. A Flestán stúdió rövid bemutatójával vette kezdetét pénteken a Csokonai úti Székhelyovoda farsangi ünnepsége a kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskola Dózsa György tagiskolájában. A programon ezt követően az óvoda minden csoportja műsort mutatott be a szülők, nagyszülők és pedagógusok előtt. A tagintézmény vezető azt mondja, a farsang évről évre a kiemelt programjaik között szerepel. Nagy jelentősége van a közösségfejlesztés szempontjából, mert ez az egyetlen olyan rendezvényünk az év során, ahol egy aulába az összes szülő és gyerek együtt ünnepelhet és együtt mulatozhat. Ez pedig már a kazinci tagiskola aulája, itt a Mesevár tagovoda tartotta farsangi bálját. Az intézményvezető elmondta, a műsor itt is hasonlóan alakult, melyre mind a gyerekek, mind pedig a pedagógusok sokat készültek. 3 hete
készülünk már erre a rendezvényünkre. Ez egy 3 hetes projektnek a megkoronázása volt a mai nap. A gyerekek megismerkedtek benne az óvodában a farsangi szokásokkal, néphagyományokkal. A mai napon pedig egy kis műsorral kedveskedtünk a szülőknek, illetve a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanítványai nyitották meg a farsangi bálunkat. A rendezvények a műsorokat követően kötetlen zenés-táncos mulatsággal zárultak. Egy téltemető régi népszokást, a kiszebá véget is televenítették fel a kazincbolcigai Pollák Mihály általános iskolában péntek délután, az iskola farsangi ünnepségének keretein belül. A rendezvény a hagyományos farsangi ünnepséggel kezdődött az intézmény tornatermében, ahol a gyerekek osztályonként vonultak fel a közönség előtt, bemutatva különlegesebbnél különlegesebb jelmezüket. Ezt követően a program az iskola udvarán folytatódott, ahol a diákok és a pedagógusok a korábban elkészített kiszebábot körbeállták és elégették, miközben népi mondókákkal próbálták elűzni a telet. A program célja az volt, hogy az iskolába járó gyerekek megtanulják a népi hagyományokat és azok eredetét. Csipkés az én szoknyám széle címmel nyílt tárlat Neszeldeliné Kállai Mária munkáiból a Gimi Galériában február 14-én. A kiállítás február 28-áig tekinthető meg. A megnyitó a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium kórusának műsorával kezdődött, majd P. Quadros Lighton Ervantó igazgató helyettes köszöntötte az érdeklődőket, aki kiemelte, hatalmas öröm az iskola számára, hogy az alkotó elhozta legszebb és legújabb munkáit az intézmény galériájába. Az intézmény vezető méltatta a népi iparművész munkásságát is. Tagja a Magyar Csipkékészítők Országos Egyesületnek, a Kazincbarcikán alkotó kézműves számtalan tevékenységben bizonyította tehetségét, foglalkozik vercsipke készítéssel és tervezéssel, gyöngyfőzéssel, gyöngyszövéssel, babkészítéssel, textilfestéssel és viselet készítéssel. A megnyitó szavakat követően Neszeldeliné Kállai Mária egy mini tárlatvezetést tartott, mely keretében többek között bemutatta a sváb, valamint a gömöri palóc viseletek legfontosabb formai jellemzőit. Érdeklődésünkre az alkotó elmondta, a tárlatot a Gimi Galériába Valentin nap apropójából hozta el. Kalendárium szerint ezen napon a verebek éppen fészket raknak és párosodnak. Na hát mi Valentin napot ünnepelünk itt a gimnázium berkein belül, és ennek kapcsán jött el ez a kiállítás. Hoztam leányviseletet, asszonyi viseletet, ezek felvidéki gömöri viseletek, palóc viseletek, és elkészült egy pár sváb viselet is. De ezzel bővült most a kiállítás a meghívás kapcsán. Ezeket szántam itt a heteket, napokat, hogy erre a kiállításra elkészüljön. A Csipkés az én szoknyám széle című kiállítás február utolsó napjáig tekinthető meg a Gimi Galériában. Első alkalommal tartottak farsangi mulatságot az egyes számú idősek klubjában február 15-én. A programon az ellátottak különféle jelmezeket öltöttek magukra, voltak, akik úttörőnek öltöztek, és akadtak, akik híres énekesek bőrébe bújtak. Az eseményen István Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, és Szabóné Zsuponyó Ágnes, az intézmény általános igazgató helyettese okleveleket nyújtottak át a résztvevőknek. A rendezvényen közreműködött a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti tanszaka is. Az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT március 1-től több Kazincbarcikát is érintő menetrendváltozást tervez. A módosítások számos helyközi autóbuszvonalat érintenek. A járatváltozásokkal kapcsolatos részleteket megtalálják az önkormányzat honlapján, a Color 7 február 17-i lapszámában, a KVTV képújságjában és az Opont online-on. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Kolorfutás, már lehet nevezni az augusztus 5-i versenyre.
Hagyományápolás. Ez volt a témája a Kultúrházak éjjel-nappal című programsorozatnak. Megkezdődött a farsangi időszak a Kazincbarcikai intézményekben. A KVTV híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb jövő csütörtökön a megszokott időpontban várom Önöket. Műsorainkat, híreinket az Opont online-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!